Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióban. Mondjuk közösen, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájából származik. Mert hiszem, hogy Istennek a beszéde élet, szellem, olyan, mint a tűz, és mint a sziklazuzó pöröly. Meg van írva, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. És hiszem, hogy az Isten igéje testé lett a názáreti Jézus Krisztusban. Ő az Istennek a fia, aki halott volt és föltámadott, és az atyának a jobbján foglalt helyet. Ő az én főpapom, ő az én engesztelő áldozatom, és hiszem, hogy ő az, aki közbenjen én érettem. Ezért ki az, aki vádol engemet? Mert Isten az, aki meggazított. És kicsoda, aki kárhoztat? Jézus Krisztus az, aki közbenjen én érettem. És ha Isten velem, kicsoda ellenem? Mert hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is fölgerjesztem Isten kegyelmi ajándékát, amely adatott nekem. Mert az én testem a Szent Szellem temploma, mert Isten szelleme lakik én bennem. És a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. És nincsen már semmi károsztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok. És az ő életének szellemi törvénye megszabadított engemet a bűn és a halálnak a törvénye alól. És hiszem, hogy a szellemem él az igazságért. Amen. Dicsőség Istennek. 35. Zsoltár. Dávidé. Perej, Uram, a velem perlőkkel, harcolj a velem harcolókkal. Ragadj pajzst és vértet, és kelj föl segítségemre. Szegezd dárdát, és rekezd el üldözőim útját. Mondd lelkemnek, én vagyok segítséged. Szégyen, gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik. Vettessenek hátra és piruljanak, akik vesztemet koholják. Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt, az Úrnak angyala verdesse őket. Legyen útjuk sötét, csuszamlós, s az Úrnak angyala kergesse őket. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat, és ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. Érje őt romlás váratlanul, fogja meg hálója, amelyet kivetett, essék belé a veszedelembe. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában. Minden tetemem ezt mondja majd, kicsoda olyan, mint te, Uram, aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt az ő megrablójától. Erőszakos tanuk állnak elő, azt kérdezik tőlem, amiről nem tudok. Jóért rosszal fizetnek meg nékem, megrabolják lelkemet. Pedig én az ő betegségükben gyászba öltöztem, bőjtel gyötörtem lelkemet, imádságom keblemre vissza-vissza szállt. Mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam, keltem érte. Mintha anyámat siratnám, úgy jártam bútól meghajolva. Ők pedig örültek az én bukásomon, és összegyűltek ellenem a rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak, és nem nyugodtak. Ingyen élők léha csúfkodásai közt fogaikat vicsorgatva rám. Ó, Uram, meddig nézed? Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól, az oroszlán kölyköktől az én egyetlenemet. Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép között magasztallak téged.
Ne örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim, méltatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám. Mert nem beszélnek békességet, hanem akik békességesek a földön, azok ellen álnok dolgokat koholnak. Föltátották rám szájukat, azt mondták, ha-ha, ha-ha, látta a szemünk. Láttad, ó Uram, ne hallgass, ó Uram, ne légy távol tőlem. Serkenj föl, ébredj ítéletemre, ó Uram, Istenem, az én ügyemért. Ítélj meg engem a te igazságod szerint, ó Uram, Istenem, hogy ne örüljenek rajtam. Ne mondhassák szívükben, örülj mi lelkünk, ne mondhassák, elnyeltük őt. Szégyenüljenek meg, piruljanak együttesen, akik bajomnak örülnek. Szégyen és gyalázat borítsa be őket, akik felfuvalkodtak ellenem. Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én igazságomat. Hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki kívánja az ő szolgájának békességét. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsőségedet minden napon. Harminchatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek, az Úr szolgájáé, Dávidé. A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben, nincs ő előtte Isten félelem. Mert hízeleg néki önmagának, ha bűnét elkövetheti, ha gyűlölködhetik. Szájának beszéde hiába valóság és hamisság, megszűnt bölcs lenni és jót cselekedni. Hiába valóságot gondol ágyában, nem a jó útra áll, és nem veti meg a rosszat. Uram, az égig ér a te kegyelmességed, a te hűséged a felhőkig. Igazságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek, az embert és barmot te tartod meg, Uram. Ó Isten, milyen drága a te kegyelmességed! Az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek. Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban. Megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. Mert nálad van az életnek forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Terjeszt ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre. Ne támadjon engem a kevének lába, és ne üldözzön engem a gonosznak keze. Hullnak már a gonosztevők. Eltaszítatnak, és nem állhatnak fel. 37. Zsoltár. Dávidé. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosz tevőkre. Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt, ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott.
A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogai csikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja. Fegyvert vonnak a gonoszok, felvonják ívüket, hogy a szegényt és nyomorultat elejtsék, és leöljék az igazán élőket, de fegyverük saját szívökbe hat, és ívök eltörik. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok gonosznak az ő gazdagsága. Mert a gonoszok karja eltörik, de az igazakat támogatja az Úr. Jól tudja az Úr a fedhetetleneknek napjait, és hogy örökségük mindörökké meg lesz. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, füstként múlik el. Kölcsönkér a gonosz, és meg nem fizet, de az igaz irgalmas és adakozó. Mert akiket ő megáld, öröklik a földet, és akiket ő megátkoz, kivágattatnak azok. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyér kéregetővé. Minden napon irgalmatoskodik és kölcsön ad, és az ő magzatja áldott. Kerüld a rosszat, és jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Mert az Úr szereti az ítéletet, és el nem hagyja az ő kegyeseit, megőrzi őket mindörökké, a gonoszok magvát pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak. Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól. Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak. Leselkedik a gonosz az igazra, és halálra keresi azt, de az Úr nem hagyja azt annak kezében, sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet, és meglátod, amikor kiirtatnak a gonoszok. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és íme nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. De a bűnösök mind elvesznek, a gonosznak vége pusztulás. Az igazak segedelme pedig az Úrtól van. Ő az ő erősségük a háborúság idején. Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ő benne bíznak. Harmincnyolcadik Zsoltár. Dávid Zsoltára emlékeztetőül. Uram, haragodban ne fenyíts meg engem, felgerjedésedben ne ostorozz meg engem, mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült. Nincs épség testemben a te haragodtól, nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt, mert bűneim elborítják fejemet, súlyos teherként
erőm felett. Megsenyvedtek, megbűzhődtek sebeim oktalanságom miatt. Lehorgattam, meggörbettem nagyon. Naponta szomorúan járok, mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép nincsen. Erőtlen és összetört vagyok nagyon. Szívem keserűsége miatt jajgatok. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem. Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa. Az sincs már velem. Szeretteim és barátaim félre állanak csapásomban, rokonaim pedig messze állanak. De tört vetnek, akik életemre törnek, és akik bajomra törnek, hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak minden nap. De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, aki nem nyitja föl száját. És olyanná lettem, mint az, aki nem hall, és szájában nincsen ellentmondás. Mert téged vártalak, Uram. Te hallgass meg, Uram, Istenem. Mert azt gondolom, csak ne örülnének rajtam, mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem. És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van. Sőt, bevallom bűneimet, bánkódom vétkeim miatt, de ellenségeim élnek, erősödnek. Megsokasodtak hazug gyűlölőim, és akik jóért rosszal fizetnek, ellenem törnek, amiért én jóra törekszem. Ne hagyj el, Uram Istenem! Ne távolodjál el tőlem! Siess segítségemre, ó Uram! Én szabadítom. Harminckilencedik zsoltár. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Dávid zsoltára. Mondám, nosza, vigyázok útaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom szájamat, amíg előttem van a hitetlen. Elnémultam, veszteglésssel hallgattam a jóról, de fájdalmam felzaklatódott. Felhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűz gerjedt fel, így szólék azért az én nyelvemmel. Jelensd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hagyd tudjam, hogy milyen mulandó vagyok. Íme, tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony, merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Most azért, mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Ments ki engem minden álnokságomból, ne tégy engem bolondok csúfjává. Megnémultam, nem nyitom fel szájamat, mert te cselekedted. Vedd le rólam a te ostorodat, kezed fenyítéke miatt elenyészem én. Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint moly az ő szépségét. Bizony, merő hiába valóság minden ember. Halld meg, Uram, az én könyörgésemet, figyelmezzél kiáltásomra, könyhullatásomra ne vesztegelj, mert én jövevény vagyok te nálad, zsellér, mint minden én ősöm. Ne nézz rám, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Következik Németh Sándor napi üzenete. A Prédikátorok könyvének az első fejezetének
a 9. verszakát, ami volt ugyanaz, ami ezután is lesz, ami történt ugyanaz, ami ezután is történik. Semmi nincs új a nap alatt. És ebben nagyon nagy igazság van. Természetesen a történelem tudomány, mi a tudomány, ezt száfolja, de tévednek, de most már egyre több világi tudós is kezdi felfedezni, hogy igenis működik az ismétlődésnek az elve, és látjuk például a rendszerváltásnál is, hát most Magyarország egy élő példa erre, hogy van visszarendeződés. Az új és a régi elkezd egymással keveredni, valami más lesz a régihez képest, de biztos, hogy nem lesz új. És vitatkoznak az emberek, hogy minek nevezzük ezt a mait. Mi a neve? Ez állandóan így van, és az emberek mindig abba az illúzióba élnek, hogyha a régi rendet felszámolják, akkor automatikusan fog menni az új, és sikeres lesz automatikusan. Emberek, ettől az illúziótól szabaduljatok meg. Se a természetes világba, se a szellemvilágba ez nem így működik. És aki ilyen illúzióval van az élettel kapcsolatosan, abból bukott ember lesz. De aki tudomásul veszi, hogy ezek az erők, amelyek az újat, illetve a visszarendeződést akarják, azok állandóan harcban vannak, és igazából ezt a harcot, különösen a személyes és közösségi szinten, az én aktivitásom fogja eldönteni, hogy én mennyire kinek az oldalán vagyok aktív, akkor a keresztények nem lesznek a gyülekezetben, sem a magánéletükben, se a családjukban olyan passzívak, mint jelenleg. Hanem tudják nagyon jól, hogy mindent meg kell tennem, hogy ne a régi állapotomba süllyedjek vissza, hanem az új valósulja meg az életembe, amit Isten eltervezett. Ez pedig hogy lehetséges, ha a külső világ beavatkozik egy zárt rendszerbe? Ez a fizika. Ha egy külső világból jön be erő, akkor természetesen hozzájutok egy olyan plusz erőhöz, amivel a régit fel tudom számolni. Ez a külső világ az Isten országa. Isten csodatevő ereje. Ahhoz, hogy a régit fel tudjam számolni, el tudjam hagyni, Isten csodatevő erejére van szükségem. Ezt már az újjászületéskor is megtapasztaltuk, de továbbra is meg kell tapasztalnunk, mert másképp visszahúz bennünket a visszarendeződés vagy visszafordításnak a törvénye. De ha átadjuk magunkat Istennek, vesszük Istentől az erőt, vesszük Istennek a hatalmat, akkor, ahogy Isten igéje mondja, erőről erőre, dicsőségre, dicsőségre jutunk. Így haladunk egyre közelebb Istenhez, és végül ennek a pályafutás azzal fog beteljesedni, hogy meglátjuk az Urat színről színre, és erre hívott el bennünket az élő Isten. Ennek az elhívásnak, mennyei elhívásnak engedelmeskedjünk, és épüljünk fel szellemi házzá, tehát ne térjünk vissza, ne engedjük fel azokat a pszichikai, generációs, szellemi erőket munkálkodni az életünkbe, amely a régi állapotunk felé akar terelni, fordítani, mert elveszítjük a hatalmunkat az Úrban, elveszítjük a pozíciónkat az Úrban, elveszítjük a privilégiaiminkat, a jogainkat az Úrban, és nem tudunk hatékony keresztény életet és keresztény szolgálatot folytatni, hanem bukdácsoló emberek leszünk a földi életben. Távol tartson ettől mindannyiunkat Isten. Legyetek áldottak, legyetek sikeresek, ehhez pedig újat kell építeni az életünkben. Az új épüléshez pedig szükséges építőanyag a mennyből jön, nem az apámtól, anyámtól, nem a hátteremtől, nem a kultúrámtól, nem a nemzetemtől, hanem felülről jön, az Isten országától. És a végül pedig oda fogunk belépni az Istennek a dicsőségébe. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Én vakbélgyulladásból gyógyultam meg. És ebből a tapasztalatból származott, ezen az ismereten alapult a hitem, amikor mások felé szolgáltam. Isten az ő akarata szerint válaszolt. Isten ismerete és a belévetett bizalom abban áll, hogy nem fogunk benne csalódni, ha hiszünk. A százados azt mondta Jézusnak,
Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Jézus így válaszolt. Eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában. Egyszer egy fiatalember jött oda hozzánk, és elmondta, hogy a kedvese haldoklik, és semmi remény az életben maradására. Csak higgy, bátorítottam. Mi volt ez? Ismereten alapuló hit. Tudtam, hogy amit Isten értem megtett, azt érte is meg tudja tenni. Elmentünk a lányhoz. Szörnyű volt látni a szenvedéseit. Így szóltam. Jézus nevében, gyere ki belőle! A lány felkiáltott. Anya, anya, már jól vagyok! Azt mondtam neki, hogy ezt csak akkor hisszük el, ha felkel és felöltözik. Hamarosan, szépen felöltözve jött le közénk. Aztán megjött az orvos, és alaposan megvizsgálta, majd így szólt. Ez Istentől van. Isten újja ez. Így működik az ismereten alapuló hit. Ha kapnék egy 1000 dolláros csekket, de az adományozó jellemét nem nagyon ismerném, nem nagyon számíthatnék arra az összegre, még a csekket ténylegesen be nem váltják. Jézus azért tett nagy dolgokat, mert ismerte az atyát. A hit ismeretet, kapcsolatot, közösséget nemz. A tökéletlen, kétségekkel teli hit, a bizonytalan állapot mindig hiányos ismeretből fakad. Jézus így szólt az atyához. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. És fennszóval kiállta. Lázár, jöjj ki! Nézzük meg, mi történt, amikor Pál hitt Istennek. És nem közönséges csodákat cselekszik vala Isten Pál keze által. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlük. Az Istenség legfrissebb hírei. Hálát adok az Istennek, hogy gondot viselt rám az elmúlt 12 év során, miután 1907-ben prédikálni kezdtem, és megáldott, jelenlétének igen csodálatos élményében részesített. Milyen bőkezű Isten, amikor rátámaszkodunk. Annyit ad, hogy másoknak is jut belőle. Az utóbbi időben Isten alkalmassá tett arra, hogy új frontokon is győzelmet arassak, egy újfajta élő és a Szent Szellemtől átvett magatartással. Ahogy találkozom a Szent Szellemmel, a dicsőség leszakad. Isten legfrissebb hírei a Szent Szellemnél vannak, aki kijelöli számunkra az alkalmas időt és helyet. Rendkívüli dolgok történnek, és mindig pont akkor csöppenünk bele, amikor szükség van ránk. Mostanában sok elmebeli problémával küzdő személlyel találkoztam. Természetes szinten ezek nagyon nehéz esetek, de Isten könnyűszerrel elbánik velük. Egyszer egy asszony jött oda hozzám, és elmondta, hogy van egy nagyon beteg, elmezavaros fiatalember, akinek se éjjel, se nappal nincs nyugalma. Nagyon hiányos ismeretekkel rendelkeztem arról, hogy mit kell tennem. De Isten segítségünkre siet erőtlenségünkben. Jézus nevében megdorgáltam a démont. Aztán ezt mondtam. Holnap megint eljövök. Másnap, mikor visszamentem, a fiatal ember éppen a mezőn dolgozott az apjával, és teljesen jól érezte magát. Egy másik esetben, 80 kilométernyire innen volt egy 25 éves, remek fiatal ember, aki megbolondult. Nem tudott kommunikálni az anyjával, és folyton föl s alá járkált. Tudtam, hogy Isten meg akarja áldani. Kiűztem a démont, és jóval később hallottam, hogy a fiú meggyógyult. Így vezet bennünket az áldott Szent Szellem egyik helyről a másikra.
Annyi minden történik, hogy már a földi életben, a mennyben lakom. Ami nap is, Isten csodálatosan megérintette az embereket Coventry-ben. Így vezet minket tovább és tovább és tovább. Ne várj ösztönzésre, ha szükségben vagy. A Szent Szellem itt van, és teljesen megszabadulhatsz most, ott a helyeden. Egyszer elvittek három zavarodott személyhez, akik közül az egyikre gondozó vigyázott. Amikor beléptem a szobába, veszekedés iszonyatos zaja csapta meg a fülemet, mintha a pokol minden ereje itt kavargott volna. Oh, happy day! Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Kedves hallgatók, folytatódik a Családban marad, sok szeretettel köszöntelek benneteket is, és vendégünket, fő szónokunkat és egyetlen szónokunkat, Németes Juditot, szia! Szia, köszöntöm én is a hallgatókat! Kicsit kemény témával fogunk most foglalkozni, hiszen súlyos házassági problémákról, válságról, váló okokról lesz szó. Itt jegyzem meg a hallgatóknak, hogyha bármivel ezzel kapcsolatosan, mondjuk házassági válsággal kapcsolatosan konfliktusokkal kapcsolatosan vannak kérdéseik, írjanak nekünk, e-mail címünk ugye info@hitradio.hu, és ahogy szoktam kérni, azt is írjátok bele hallgatók, hogy Judithoz intézitek a kérdést, vagy a Családban marad műsorhoz, hogy eljussanak hozzánk ezek a kérdések, de egyébként bármilyen más témával, ami a családot érinti, lehet írni, hiszen hamarosan terveink szerint a gyermekvállalással, gyermekneveléssel is fogunk foglalkozni, ahogy szépen így haladunk. No, akkor vágjunk is bele. Ugye az elmúlt részben beszéltünk a megelőzésről, nagyon fontos volt hallani azt, hogy hogyan előzhetjük meg a súlyosabb, komolyabb válságokat egy házasságban, hogyan lehet gyorsan rendezni viszonylag a felmerülő feszültségeket, vitákat, konfliktusokat, de bizony fennállhatnak olyan helyzetek, ahol eldurvulhat a kapcsolat a férj és feleség között. Beszéljünk arról először, hogy a Biblia mit nevez meg alapvetően válóknak. Hát Jézus mondta meg, illetve ezt kiegészítésnek veszik, amit Pál apostol a 1. Korintusi levélben szerepel a 7. fejezetben, és a kettőt összerakva alakul ki egy kép, de nyilvánvalóan az az alapvető, amit Jézus mond. Mondjuk, ha a Máté 19-et veszük alapul, mert más helyen is beszél erről, akkor tudjuk azt ebből a részből, hogy a farizeusok mentek hozzá, és ők is föltették ezt a kérdést, mondván a 3. versben, hogy szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani, és ő úgy válaszolt, hogy az 1 Mózes 2-ben szereplő igét mondta nekik, hogy nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és asszonyát teremti őket, ez még az első fejezet, aztán azt mondja, annak okáért elhagyja a férfi apját, anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Most Jézus folytatja, hogy úgy, hogy többé nem kettő, hanem egy test, amit azért az Isten egybe szerkesztett ember szétne válaszza. Tehát ez az alap. Erre folytatják a farizeusok is. Miért rendelte tehát Mózes, hogy váló levelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Tehát hivatkoztak a törvényben. Ott bármilyen ok miatt el lehetett válni? Nem bármilyen, de most talán nem menjünk a részletekbe. Tehát minden esetre lazább volt. Lazább volt, mert hogy nem tartotta megfelelőnek, illetve hibát talál benne, de ezt azért szabályozták. Most a visszatérve viszont azt mondja Jézus, Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Tehát Isten figyelembe vette az embernek a bukott természetét, ezt szabályozta a törvény által, és mivel az emberek nem születtek újjá, nem lett új természetük, hanem évenként bűnbocsánatot nyertek, tudjuk, a Jom Kippur engesztelés ünnepe során és egy évre a bikák, tulkok, bakok vérével szereztek előre mutatóan az engesztelő áldozatra engesztelés munknak. Ezek az emberek nem voltak képesek arra, hogy teljesen úrrá legyenek az emberek,
emberi romlott természeten, és ezért Isten ezt figyelembe vette, és ezért azt mondja, hogy szívetek keménysége miatt engedte meg, kezdettől fogva, tehát azt jelentett, hogy Isten a teremtésben nem így látta, nem így akarta, nem így rendelte, és vissza akarta ezt az eredeti tervét állítani, ez pedig csak a megváltás által lehetséges, de most már Jézus itt van, és bejelenti azt, hogy vissza fog állni a teremtőnek a tökéletes akarata, és ezért az ige lép érvénybe, hogy ketten egy testé, és amit Isten egybe szerkesztett, ember szét ne válassza, azaz az egész életen át tartó szövetség, az, amit Isten elfogad, és egy feleség, egy férj, egy férfi, egy nő, és nem pedig semmilyen más dolog. Ha már itt tartunk a több nejűséget, azt mivel lehet hát, Biblia alapján hát a Mózes ideje alatt, tehát lehetett látni, hogy a bukott emberi természet, tehát csak a figyelembe véve az az egyetlen állapot volt elfogadható Isten számára, hogyha nem tudott valaki egy feleség mellett kitartani, akkor legalább úgy tegye meg, hogy gondoskodik róla, eltartja, és magához veszi, nem pedig elhagyja akkor az elsőt. Akkor ezért több nejűség. És ezért a több nejűség egy tisztességesebb életforma volt, mint az, hogy valaki elhagyja a feleségét, gyerekeit, és valaki mást vesz el. Igen. És azokat hát nyilvánvalóan sorsukra engedi, illetve épp hogy esetleg gondoskodik, tehát ezt Isten nem tudja elfogadni, ez nem tisztességes, még így sem. Tehát a több nejűség volt még az egyetlen olyan változat, amivel meg lehetett békülni addig, amíg az ember újjá nem születhet. De azt mondja Jézus a 9. versben, hogy mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanem ha paráznaság miatt és mást veszel, házasságtörő, és aki elbocsátottat veszel, az is házasságtörő. Tehát egy nagyon konkrét eset, parázdaság, házasságtörés esetében indokolt, mivel az már akkor úgyis, hát az a fél kilép a házasságból, a szövetségből, és akkor lehet válni, más esetben nem. Ehhez jön még, lapozok én közben a Pál apostolnak, az 1 Korintusi levélben írt kiegészítéshez, az 1 Korintus 7-ben azt mondja a 10. versben, azoknak pedig, akik házasságban vannak, mondom, de hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne válik, hogyha pedig elválik és maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével, és a férj se bocsáss el a feleségét, itt folytatja a hitetlen és a hívő fél esetében, hogy mi történik, viszont a 15. versben azt mondja, ha a hitetlen elválik, ám váljék el, nem vettetett szolgaság alá a keresztény férfi, vagy az, hogy az ilyen dolgokban, de békességre hívott minket Isten. Itt tehát, ha az egyik fél hitetlenné válik, elhagyja az urat, és elhagyja a házastársát, akkor ezt az evangéliumi keresztények úgy értelmezik, ezt nem én mondom, hanem ezt ismerem, mint a tanítást, illetve gyakorlatot az evangéliumi egyházban, hogy a nem vettetett szolgaság alá keresztény férfi, vagy az, hogy az azt úgy értelmezik, úgy magyarázzák, hogy nincs kötelékben, tehát hogyha hitetlenné válik, hanem igen, tehát hogyha valaki elhagyja Istent, elhagyja a családot, akkor ilyen módon a vétlen férj is feleség megházasodhat. Tehát ezt így értelmezzük. Viszont nem ő az, aki kiléphet a kapcsolatból. Nem ő lépett ki, de nyilvánvalóan ő realizálhatja, ha már ez megtörtént, hogy, tehát most nem azon múlik, hogy ki adja be a vállópert, mert ismertem olyan esetet, hogy zsarolta, tehát úgy akarta zsarolni a hitetlenné váló fél, hogy ő nem adja be, hogy a másik fél azért ne tudjon megházasodni. Júj. De ezt át kellett lépni, ezt a lélektani határ, tehát ő már a gyakorlatban ezt megcsinálta, az urat is elhagyta, a családját is elhagyta, így tehát, miután évekig ezt nem lehetett helyreállítani, és ki sem fejezte, hogy hajlandó visszatérni bárhova is, így a másik fél ilyen módon a bíróságnál ezt megtehette. Igen, tehát ez egy speciális, nagyon egyedi eset. Egyébként minden vállás speciális, és az egyházban nagyon nagy körültekintéssel kell eljárni, mert rengeteg kiskaput keresnek az emberek a vágyaikra, és nagyon sokszor be is csapnák, hogyha hagyják a szolgálókat, tehát nagyon, nagyon észnél kell lenni, és nagyon figyelni kell.
Iszonyú nehéz lehet azért a szolgálóknak, pásztoroknak nehéz, igazságot tenni ezekben a konfliktusokban. Nagyon nehéz, és a katolikus egyház is évszázadokon keresztül ezt úgymond ugye nagyon következetesen képviselte a vállás ellenességet. Természetesen az a furcsa, hogy nagyon sok minden azért belefért ebbe. Most nem akarok ebben a részletekben menni, de hivatalosan tehát nem lehetett könnyen elválni, és minden esetet külön kivizsgáltak, és mindenféle tényezőt figyelembe vettek, tehát igyekeztek komolyan venni. A protestáns egyházakban sajnos megkönnyítették a vállást. Tehát olyan eseteket is olvastam, hogy még ha nem tudta eltartani valaki a feleségét, elválhatott tőle, lelkészek ebbe beleegyeztek, tehát nagyon sok ilyen dolog volt, ami nem volt jó, hogy megkönnyítették, és sajnos a karizmatikus evangéliumi gyülekezetek is ebbe az irányba mentek, és Amerikában, nyugaton különösen, hogy megkönnyítették az embereknek, pedig ezt nem lehet. És ezért van az, hogy tele vannak a gyülekezetek elvált és újraházasodott emberekkel is, hát érezni lehet, ott van a bűn. Tehát ezt még David Wilkerson megírta évtizedekkel ezelőtt, hogy ez egy súlyos baj, amit már ő látott a környezetében, hogy liberálisan veszik a vállást. Igen, nyilván ez a gyülekezetben is azért valamilyen szinten probléma, de akkor mondhatjuk, hogy az az alapvető álláspont, hogy a gyülekezet vezetősége is minden esetet egyedül vagy egyéni módon kivizsgál, és akkor az alapján adja a tanácsot. Van arra, hogy megismerjék a helyzetet, mert vannak emberek, akik ügyeskednek, bujkálnak, de hát a lelkük rajta, ők fogják elszenvedni a következményeket, ha így tesznek, de akik a világosságba járnak, és adnak lehetőséget arra, hogy kivizsgálják, ki kell vizsgálni minden ilyen esetet, és az embereknek meg ezt meg kell érteniük. Ha ők az Úrban házasodtak, szövetséget kötöttek, és valami olyan dolog merül föl, hogy ezt föl akarják bontani, akkor alá kell rendelni magukat az Isten igényének. Igen, de akkor mondhatjuk, hogy az alapvető koncepció az az, hogy csak is házasságtörés esetén van válók. Ezt leszögezhetjük. Igen, már hívők között, mert ugye ha már hitetlen a másik fél, az már egy más kérdés. De hívők között csak ebben az esetben lehet a válásról szó. Ugye korábban is már utaltam arra, hogy mi van, hogyha egy picit ebben benne van a másik fél is, tehát ő is tehet arról, hát hogy sajnálatos módon azt a bizonyos bűnt, aki elköveti, az azért a bűnért felelős. Tehát meg lehet ezt beszélni, és nagyon sok esetben azért gondolom van helyreállítás, tudok olyanokat, hogy helyreállítják, tehát nem feltétlenül kell elválni, hanem meg lehet bocsátani, vissza tud térni, a vétkező fél az egy szerencsés helyzet, ilyenek történtek az elmúlt évtizedekben, és nagyon is jó, stabil házasságokká tudtak válni egy-egy ilyen eset után is házasságok, tehát nem kell temetni, ha az a fél őszintén megbánja, megtér belőle, őszintén visszatér, megszentelődik, és igyekszik mindent megtenni, és világosságba jár utána, akkor nem kell elküldeni. De kötelessége visszafogadni a másik félnek ilyen esetben? Hát, ha őszintén megbánja és megtér, azért ajánlom ezt így, mert tehát egyrészt, ha például gyerekek vannak, sokkal jobb ez így, mint kilépni belőle. Azt nem tudom elfogadni, hogyha valaki mondjuk megbocsát, és akkor utána elkezdi fölemlegetni, hogy de hát én elválhatok még, mert te megcsináltad ezt, ez már nem ez krisztusi. Visszaélés. Ez már nem az. Tehát ha valaki megbocsát, akkor maradjon a megbocsátásban. És akkor próbálják meg újra, ez sokkal szerencsésebb, és mondom, több olyan esetről tudok, hogy ez sokkal jobb gyümölcse lett, hogy megbocsátott a vétlen fél, ha ő hibás is volt esetleg, vagy elhanyagolta, vagy akármi, ő ezt maga is belátta, és megbocsátott, sokkal jobb helyzet volt így, mint hogyha ahhoz ragaszkodott volna, hogy na most a nekem jogom van válni. Uh-huh. Hát nem mindig az a jó, ha az ember a jogaival él. Igen, nyilván nagyon nehéz lehet egy ilyen helyzet, mert az egyik fél nagyon sértett, megalázott állapotba kerül, és ebből nehéz kijönni. Nehéz. Hát ehhez kell a pásztorlás segítség, barátoknak a segítsége, de ez olyan, mint a gyógyszer, tehát a gyülekezetben helyre lehet állni. És akkor az a tapasztalat, hogy még házasságtörés ellenére is olyan szinten megjavulhatnak a házasságok, hogy egy igazi nagy szerelem vissza tud állni? Igen, mondom, én tanulja voltam olyanoknak, hogy nem is mondaná senki, most nyilván nem kell keresni ezeket az eseteket, de nem is mondaná meg senki, hogy valaha volt egy ilyen folt esett a házasságon, mert utána
És sokszor még olyan is volt, de nem sokszor, de néha még olyan is van, hogy az illető csak utána döbben rá, mert lehet, hogy ő a háttérből jött, hogy ő ezt nem vette annyira komolyan, ezt a bűnt, és utána sokkal nagyobb istenfélelemmel él, ilyen is van. Ezt nem azt mondom, hogy így kell az istenfélelmet megszerzni, távol legyen, Isten őriz. Ez egy nagyon rossz dolog, tehát egy súlyos dolog. És ehhez két olyan fél kell, ahol az egyik tényleg tudja szeretni a másikat, valóban krisztusi módon, hogy ezt el tudja fedezni. Tehát ott tényleg az Úrnak a szeretete az, ami ezt a megbocsátást tökéletessé teszi, és nincs fölemlegetés. De láttam ilyen eseteket, hogy nagyon-nagyon nagyszerű, harmonikusan helyreálltak, és elteltek hosszú évek, és semmi olyan nem maradt belőle. Igen. Szinte el is lehetne felejteni, hogy valaha is volt. És remélhetőleg ők el is felejtették. Igen. De most beszéljünk még akkor más okokról, ami miatt még akár keresztények fejében is megfordulhat az, hogy esetleg kilépni a szövetségből. Például ilyen lehet a pornográfia. Erről mi a véleményed? Hát amennyit most tudok, de nyilván ezt érdemes még konzultálnunk is a szolgálók között, az biztos, hogy igaz, nyilvánvalóan, hogy az fölér a házasság töréssel, parázdasággal, ha valaki ugye szívében elköveti ezt. Ugye van erre vonatkozóan egy ige is, amire szoktak hivatkozni. Igen, tudom, hát a hegyi beszédben, amit mond Jézus, hogy a férfi kiválság eredelmével néz az asszonyra, akkor elkövette, igen. De a házasság törés esetében, amikor egy harmadik fél van, ott jön be a válásnak a lehetősége. Tehát az biztos, hogyha valaki folyamatosan pornográfiában van, akkor őt neki vagy azonnal meg kell térnie, vagy pedig nem lesz keresztény belőle, mert ez tarthatatlan állapot. Tehát ezt nem lehet tudomásul venni, ezt valóban sajnálatos módon hatisztelettel is, de le kell tárgyalni, ha konfliktus jön belőle, akkor is le kell tárgyalni. Ilyen helyzetet tisztelettel letárgyalni, az nagyon kemény az lehet. Az ember személyiségének jár a tisztelet, az emberi méltóságnak, de a bűnnek nem természetesen, és hát amennyire lehet higgadtan, de itt pásztorlás kell, orvoslás kell, bűnvallás kell, szabadulás kell, minden kell. Ha nem elvetemült emberről van szó, akkor az illető belátja, hogy miről, mi a tét, és hogy neki ebből meg kell térni. Ha meg tud térni, és teljesen megváltozik, ami megint csak lehetséges, hála Istennek, és akkor helyreáll a békesség. De úgy elválni, ennek alapján azt én nem gondolnám, hogy megalapozott lenne, mert ahhoz kell egy konkrét élő személy, akivel házasságot tör valaki, tehát abban azért van egy plusz. Ha nem tér meg valaki ebből, akkor gyakorlatilag ő nem keresztény. Az megint egy más történet. És ez válók? Hát egy türelmi idő van, de azért ott meg kell vizsgálni azt, hogy hát ez mert nyilvánvalóan ott hitetlen emberről van szó. Igen. Tehát olyan módon, hogy például elköltözni tőle és várakozni, és közben természetesen nem úgy venni, hogy most valaki felszabadult a házasság köteléke alól. Nagyon nehéz dolog, de hát ha valaki így házasodott, hogy ez a házastársával a kapcsolata, akkor ez benne van sajnos, belefér, hogy ő neki akkor esetleg egy időt kell hagyni a másiknak, hogy melyik irányba indul el. Tehát ugye ez általában nyilván ez a probléma elsősorban férfiak érint, tehát akkor a nő megteheti azt, hogyha azt látja, hogy a férje például évek óta nem keveredik ki ebből a függőségből, mert ugye ez nagyon komoly függőséggé tud válni, akkor élhet azzal a jogával, hogy esetleg külön költözik, és akkor várja, várakozik, hogy, igen, hogy merre dől el a dolog. Sok ember akkor kap észbe, amikor ez sajnos megtörténik, de a hölgynek nagyon tisztán kell maradnia, egyáltalán nem arra kell gondolni, hogy ő most már felszabadult, úgy mond a házasság kötelék alól, hanem ez egy keserves dolog, ez egy olyan, mintha beteg lenne a házastársa, nem élvezheti vele a házasságot, és meg kell várni, ha az illető elvetemült, bemegy a világba, elzüllik, akkor az az ige fog sajnálatos módon érvénybe lépni, hogy a hitetlen elválik, és akkor felszabadul, ha viszont rádöbben arra, hogy rosszul csinálja, és igyekszik helyreállni, akkor még helyre lehet állítani a kapcsolatot. Talán egy kicsit hasonló helyzet, és ezzel kapcsolatosan is elég sok megkeresést kapunk így a Hit Rádió,
hogy a férj nagyon durva alkoholista ember, és nagyon nehéz ezzel együtt élnie egy nőnek, esetleg már hosszú éveken keresztül ez megy, hogy ő iszik, lelkileg vagy akár testileg is veszélyeztetheti az ő egészségét. Ilyen esetben mi a helyes megoldás? Na most egy alkoholista durva ember, nem tudom, hogy jár egy gyülekezetbe, az tragikus, ha jár, mert így nem lehet. Tehát mindenképpen pásztori segítségre van szükség, mert egy ilyen ember nem keresztény. És a Kenneth Hagin ezzel kapcsolatban elég merészen fogalmaz, hogy, hogy egy ilyen ember hitetlen, és ebből ki lehet lépni. Azért mi nem így látjuk teljesen, mert ezzel viszont szintén vissza lehet élni ezzel a helyzettel hölgyeknek, hogy esetleg olyan légkört teremtenek otthon, hogy a férjük dacból belekeveredik ilyen dologba, és utána ők ott hagyják. Tehát, hogy bele lehet kergetni egy férfit az alkoholizmusba? Lehet, az is, meg az is lehet, hogy egy darabig küzd vele, de ezt nem hajlandó ugye vele hordozni, mert lehet, hogy ilyen háttérből jön, vagy ilyen volt a régi életében, tehát olyan könnyen ki lehet szállni egy házasságból nyugaton, ezt mi nem támogatjuk. Az biztos, hogy ne legyen kiszolgáltatva a hölgy bántalmazásnak és hát napi jeleneteknek, tehát itt is a külön költözés lehetősége fönnáll, és ha bántalmazás van, akkor mindenképpen valóban védenie kell magát és a gyerekeket is, tehát a külön költözés, de nem tanácsolnám, hogy rögtön azzal foglalkozzon a hölgy, hogy válok, és akkor új házas társ, és így tovább. Tehát tudom, hogy a kor ezt sugallja sok esetben, mert én az előző generációkban láttam, ismertem ilyen helyzeteket más vallási környezetben, hogy nagyon nehéz férjek mellett voltak a hölgyek, és nem láttam azt, hogy ennyire siettek volna. Nem csak, hogy kilépni, hanem még újra is házasodni. Tehát egyfajta türelmi idő, ha már valaki így járt, Isten tudja, hogy miért van ez, meg hát általában a hátterek azok meghatározóak ilyenkor, hogy nehéz háttérből jön valaki, akkor ő ezt választotta házastársként, ő elmondta ugye a házassági fogadalmat, és abban viharok is benne vannak, és ilyen helyreállítási periódusok is benne vannak, tehát olyan könnyen kimenekülni azért nem lehet, de a bántalmazás elől el kell menni, tehát félreértés ne essék, és az ilyen napi jelenet elől is el lehet, de várakozási idő van. És ismétlem, sok férfi, ha férfiakról beszélünk, de hölgy is lehet ilyen, ritka esetben, ritka, akkor, de van akkor is. Akkor döbben rá, hogy mit tett, amikor ott marad egyedül ezzel a romhalmazzal, és láttam is, hallottam már ilyeneket, hogy akkor kezdték Istent keresni. De akkor azt mondhatjuk, mert ez nagyon valós jelenség, amiről beszélsz, hogy talán manapság nem tesznek meg akkora erőfeszítést a hölgyek sem annak érdekében, hogy megmentsék a házasságukat, nem, kapcsolatukat. Nem. Mert valahogy egyszerűbbnek tűnik, hogy jaj, szabaduljak meg ettől, igen, a tehertől, igen, csak azt számít, hogy én akkor már nem tovább. Szeretem. Igen. Nem biztos, ez nem pozitív mentalitás. Tudom, most erre azt mondja valaki, hogy könnyű neked beszélni. Azért nem minden könnyű, akkor se, hogyha ezen a területen nyilván rendben vannak a dolgok. Vannak a más próbák is az életben, amik szintén az embert azért hát edzik és éretté teszik. Tehát nem mondjuk egymásra olyan egyszerűen azt, hogy te könnyen beszélsz, senki nem beszél itt könnyen. Ez egy nagyon nehéz teher, azt elismerem, de semmiből sem érdemes menekülni egy testi módon. Meg az valamilyen szinten mondhatjuk, hogy kötelessége a házastársnak, hogy még hogyha ilyen bűnbe vagy nehéz helyzetbe kerül a másik fél, akkor segítsen neki? Hát régebben az emberek azért ilyenek voltak, meg régebben az emberek olyanok voltak, hogy a beteg volt, akkor neki benne föl sem merült, hogy elhagyja, és régebben az emberek a szüleiket se rakták be öregek otthonába, amikor már idősek voltak, és tudom azt, hogy nyugaton ez már ez az életmódnak a részre. De van, amikor azt kéri állítólag az öreg. Ha kérik, az teljesen más eset, de ha nem kérik, csak azért, hogy megszabaduljanak az ő látogatásától, ellátásától, és így tovább, akkor az embertelenség, és nem szeretnénk azért a modern kultúrának ezeket a vadhajtásait azért a kereszténységbe behozni, mert ez nem volt jellemző. Tehát akkor alapvetően igenis kötelessége, hogy segítsen a másik. A családok
családok egymásról gondoskodtak, a házastársak, én láttam olyan, azt éppen protestáns körben, fiatal keresztényként olyan asszony, aki a maga tehetetlen férjét gondozta, és valószínűleg meg így is házasodtak, hogy beteg volt. Jó, nem mindenkinek kell ezt csinálni, ez szintén elhívás kérdése, de abban az asszonyban föl sem merült, hogy ő milyen jól élhetne másképpen. És én ezt nagyon tisztelem, mert ezt nem tudom, hogy ki, tehát nagyon kevés ember képes ilyesmire. De voltak ilyenek is. Tehát ha beteg valaki, vagy zűr van vele, meg egyéb, akkor azért mégsem, mint egy ilyen elhasznált rongyot dobja ki valaki házastársként, hanem próbálkozni kell azért, hogy hát ki tudjon jönni. Most nyilván, ha ő antiszociális és brutális, akkor nem erről van szó, hanem akkor el kell tőle menni. Imádkozni kell, és keresni kell nyilván olyan szellemi kontaktust a gyülekezetben, testvérnő, a pásztor, vagy szolgáló feleséget, akivel ezekről lehet imádkozni, és várakozni, de ne a menekülés legyen, hogy ebből az egészből ki. A menekülés addig, hogy egy új helyen lakik valaki, és ott várakozik. De ha mondjuk azt látjuk, hogy eltelik 5-10, akár 15-20 év is, és nemhogy nem változna a helyzet, hanem mondjuk még rosszabbra fordulna, mert mondjuk a férj, akkor maradjunk az alkoholista példánál, akkor már azért elkezdhet gondolkozni a válláson? Hát nem 10-20 év, az elég hamar el szoktak dőlni a dolgok, mert hogyha a férfi elvetemült és világi, akkor megy abba az irányba ezek után. Ha meg megrázza őt, mint a tékozló fiút, hogy elherdálta az örökségét az Úrban, és keres szellemi segítséget, akkor meg visszajön az Úrhoz. De olyan sok idő ebben a helyzetben nem feltétlenül kell, hogy elteljen. Igen, ha azért imádkozik-e közben a feleség, hogy szabadítsa meg az Úr ebből a kapcsolatból? Hát a férjét szabadítsa meg az Úr egy jó darabig, addig, amíg el nem dől, mert ugye itt is azt mondja, hogy mit tudott te azt, hogy megmentheted-e a férjedet. Most ha belegondol az ember, hogyha ez az ember nem változik pozitívan, akkor pokolba fog jutni. Hát az emberbe annyi azért mégis a házastársa fele lehet egyfajta szolidaritás, hogy azért imádkozik, hogy meneküljön meg, aztán ha már egyértelmű jeleit mutatja annak, hogy nem, akkor elengedi. Innen folytatjuk a beszélgetést. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.